Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a Szent Háromság vasárnapján van a mi templomunknak a búcsúja is, hiszen a templomunk az a Szent Háromságról van elnevezve. És ezért mindig, amikor templomoknak a búcsúját ünneplik, akkor nem csak annak a templomnak úgymond szentelése, mert akkor már elsőként akkor hát használhatta azt a nevet, vagy akár a védőszentnek a nevét, de az, hogy újra átélik annak a templomnak a meglétét, annak a templomnak a jelentőségét, a helyét, mint a, úgymond a világnak a középpontját. És ezért a templomunk egyházközségünk legnagyobb ünnepe, a Szent Háromság vasárnapja. Kérjük az Atya Istent, hogy a Fiú által a Szentlélekben szentelje meg a mi életünket. Vizsgálja meg lelkiismeretünket és bánja meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Úrnak szent titkait. Gyónom, ha mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Mennyi atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét is a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a szent háromság dicsőségét megismerjük, és a fűséges hatalmú egy Istent imádjuk, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökön öröki. Amen. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez. Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből, megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára? Tudd meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és lenn a földön az Úr az Isten, senki más. Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utána gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is, Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi, velünk téged, Krisztus. Szeretek volna a tanítás, hogy ezen bűnöm, bocsánat. Jó, kedves testvéreim, hát a Szent Háromság vasárnapról beszélünk, vagy a búcsunk napja, akkor, amikor mondjuk, hogy ennek a templomnak az érdemeiért a Szent Háromság egy Isten érdeme. A mi bűneink büntetésének tehát a hátra lévő büntetését elengedi, és annak az elengedését kieszközli. Ez a búcsúnak a lényege, hogy a templommal együtt újra megszentelődjünk. De nekünk, mint a Szent Háromság vasárnapján, mégiscsak arról a vasárnapról beszélhetünk, ami a legmélységesebb, leggazdagabb, legértékesebb, a legfontosabb vasárnap. Mondhatnánk, hogy a húsvét vasárnap mellett ez lenne legértékesebb. De mélységes titok, illetve annak mondani valója tekintetében, akkor ez a legnagyobb, legtitozatosabb Szent Háromságnak a vasárnapja. A hármas egy Isten, a legnagyobb titok, az Isten életének a belső, vagy annak a gazdagsága, belső része, annak a hatalma. Tehát az, mit azt mondanánk, hogy felfogni nem lehet. De mégis megadta az embernek, hogy belekóstolhasson ebbe a titkába, ebbe a nagy titokba belekóstolhasson, ízlelhessen az ember. És ez a mi örömünk. És ezért örülünk neki. Mert mi lett volna, ha mondjuk nem lett volna részünk ennek a titoknak a felismerésében? Mert azért voltak, akik úgy mondom, hát éltek mi Krisztus előtt, akik nem találkoztak ezen hatalmas nagy titkokkal, akkor csak is az Atya Istenről beszélhettek, a választott nép. Legyen akár az ember teremtésétől kezdve Mózes idején keresztül a profétákon át is itt tovább. Akkor még nem volt neki kinyilatkoztatva, hogy ez egy Istennek három személye van. De a mai ember örüljön neki, hogy abban a korban élünk, születtünk, amikor ezen titokról már lehet beszélni. Ezért a mai ember kell, hogy boldogabb legyen, mint a régi ember. De lehet, hogy fordítottan látjuk, mert a mai ember szeretne tudni még többet, sőt, inkább aggodalmaskodik. Szent Háromság egy Isten.
Az Ószövetség ember számára mindig is megvoltak azok az elemek, szimbólumok, de formulák, amelyek arra utaltak, hogy egy Istennek lehettek, úgymond akár más sai. De nem merték ezt kijelenteni. Ábrahám idejében is létezett, ami úgynevezik monolátria. Nem monoteizmus, monolátria. Azon tudománynak az ága, teológiának a része, mert valójában inkább arról beszél, hogy bár az Isten a mindenható, az egyetlen, de mégiscsak felismeri másoknak az Istenét is. Más népeknek az Istenét is felismeri. Elismeri, és meghagyja nekik. De az övé igen. Ezt is megtapasztaljuk mondjuk az Al-Hakba, úgymond kiáltásában a muzulmánoknál, amikor azt mondják, hogy az Allah a legnagyobb Isten. Hát akkor ott burkoltan már azt akarják mondani, hogy az Allah legnagyobb, hát akkor van más is. Ezen elemek megvoltak mind az Ószövetségben, ami úgynevezik triadikus formulák, hármasság megvoltak mindig. De csak nem volt kifejezve, nem volt kimondva, sőt kizárták, mert az egyetlensége az Istennek az nem volt vitatott. Sőt, olyan értelemben nem is beszélhető, hogy Isten a saját mindenhatóságát osztotta volna mással, míg akkor is, amíg az angyalok szellemi lényeknek bizonyultak. És így akkor az Ószövetség valahogy lezárta ezt a területet azzal az megokolással, hogy Isten csak egy lehet, és nem lehet olyan másik személy, aki az ő istenségében és istenségén osztozkodna. Az új szövetség mégis úgy jött létre, hogy Jézus Krisztus maga Isten szeretett volna, hogy az ő belső életét valamilyen formájában, hát egy kicsit azért adogassa, hogy is adjon az embernek, mutassa meg az embernek, hogy milyen, a belső élet az milyen. Mint ahogy az Ószövetségi, sőt, mikor azt mondjuk, hogy a Teremtés könyvében, mondjuk a második fejezetében, mikor kijelenti azt a szót, hogy teremtsünk embert magunk képére és hasonlatoságára. Na most testvérek, ha csak ezt a gondolatot elemeznénk, és exegétálnánk, teremtsünk. Nem azt mondja, hogy teremtek. Akkor több egy számot mond. De valaki azt mondaná, mint a tudósok azt mondanák, hogy igen, hát az biztos angyaloknak szólt, hogy ugye segítsenek neki a munkában. De azt mondjuk, magunk képére és hasonlatosságára. Az angyalok nem olyanok voltak, mint az Isten. Vagyis nem olyanok, mint az Isten. Az angyalok nem az Istennek a képét ültik. És nem az ő hasonlatosságára teremtettek. Csak is az ember. Hát akkor ilyen elemek is megvoltak az Ószövetségben. Csak nem volt szépen kimondva. Jézus Krisztusnak az evangéliumából, Máténak az írása szerint azt mondja, hogy kereszteljétek meg az embereket. Személyekben, vagyis a valakiknek a személyében. Személyeknek a nevében. Az Atyának a nevében, a Fiúnak a nevében, és a Szentléleknek a nevében. Testvérek, ha kimondjuk azt a szót, hogy Isten, mert mielőtt az a szó megállna a helyét, vagyis ki lenne mondva, mert eleve három személyből áll. Vagyis az a szó, hogy Isten, azaz három személye, vagyis őti, használja,
de úgy, hogy minden különbségtétel nélkül. Teljes természetben, teljes lényegben. Tehát amikor mondjuk a másik vallásokban az Isten szót használják maguk nyelvén és kultúrájában, abban nem fogalmazódik a három személyű Isten. De a keresztényeknek ezen szó kimondásában már eleve három, vagyis azt akarjuk mondani, hogy az a szó, hogy Isten nem állna meg a helyét, ha nem lenne meg eleve három személyű. Egyébként az illető mondja ki, hogy Atya, vagy a Fiú, vagy a Szentlélek. De ha az illető akarja, azt akarja mondani, hogy Isten, az már eleve három személyű. Ha nem akarja így mondani, akkor mondja, hogy Atya Isten, Fiú Isten, Szentlélek Isten. Mert mindegyik ugyanígy birtokolja ezt az istenséget, mint a másik. És úgy részesülnek benne, vagy vannak benne, ebben az istenségben, hogy mindegyik részesül is birtokolja ezen természetet, de úgy, hogy a maga személyében. Valamikor rászánjuk az időt, hogy ezzel részletesebben foglalkozunk, mert a hallgatóknak általában fél éven keresztül foglalkozunk ezzel a témával, hogy a Szent Háromság tani témával, tantárgyal, hogy miért is Szent Háromság három személyű, és miért is nehéz az embernek felfognia. Még jó, hogy nehéz, még jó, hogy titok, még jó, hogy felfoghatatlan, mert miért is, és még jó, hogy az ember nyugtalan, hogy ezt nem tudja felfogni. Jó, hogy nem fogjuk fel, mert különben hát, olyan, mint a teremtett akarna felfogni a teremtőt. Ha csak előre lehet, de fordítva nem lehet. Az alkotó fogja fel az alkotását, és nem fordítva. Az alkotás felfoghatja, hogy az alkotója van, de annak az alkotójának a miben létét nem fogja tudni felfogni. A teremtő, ő teremti a teremtetettet, és a teremtményét, és nem fordítva. A rész nem tudja felfogni az egészet. Ezen kis adjunk fejünkbe, nem félne bele a teljesség, az egész. Ezen kis fejünk, az olyan, mint amikor az embert, mint alkotót, akarna felfogni az autó, a gyertya, a kehely. Azért, mert hát az ember alkotta, és fordítottan akarja tudni, hogy az ember kicsoda, és honnan való. Ez lehetetlen. Ez csak előre lehet, fordítva nem lehet. Míg a számítógép, mi azt mondanánk, hogy hát valamiféleképpen ilyen beprogramozott okossággal, ilyen mechanizmus, vagy inkább az, hogy mesterséges okossággal rendelkezik, akkor is csak annyival rendelkezik memóriájában, mint amennyit az ember igen abba a memóriába raktározik, vagyis beprogramozik. Többet nem tud. És ezért van az, hogy az ember időközönként fejleszti azt a memóriát, hogy még többet tudjon, és tudjon érzékelni. Tehát most már megértjük, hogy mi az emberiségnek a nehézsége az Isten felfoghatóságát tekintve. Hát akkor megértjük, hogy a természet fölött itt nem foghatja a természetes. Megértjük, hogy a mindenható csak ő tudja kezelni a halandót. És az az Isten, aki valójában úgymond rejtett titok, azaz az általánosnak mutatja be magát. És csak annyit foghat fel az általános a titokról, amennyit és amilyent, és amennyivel a titok igen saját magát akarja kinyilatkoztatni az általános számára.
de mégiscsak felfogjuk valamennyit. Isten jónak gondolta, tartotta az, hogy teremtményei közül valamelyik legyen valami eszes, amelynek a belső életének valamennyi részecskéjét bemutatja az ember. Ő képét őti magára, azon teremtményeként születik meg. És próbálta szépen, lassan adagolni, mutatkozni, és neki kinyilatkoztatni saját magán. De csak annyit, amennyire szüksége van, és lesz. Tanfolyamot nem tartott Jézus Krisztus a Szent Háromságnak a belső életéről. De azért megismertette velük, a tanítványainak, hogy az ő atya, és mivel ő, a fiú, a Szentlélekkel együtt, egy istenségben osztozik. De minden különbségtétel nélkül, egy természetben és egy lényegben. És az első keresztényeknek ez nehéz volt. Nehéz volt ezt valahogy felfogni, mert ugye mindannyian, hát a zsidó, vagy inkább az, hogy judaizmusban, úgymond gyakorolhatták a hitüket. És az ott pedig csak a monoteizmusról beszélhetünk. Akkor hogy legyen? Az első keresztények is, hát gyakorolták, úgymond, még a Trinitáriusnak a formulái előtt, még a Binitárius mellett, de gyakorolták már, ami úgy nevezik, triadikus formulákat is. Vagyis háromszori dolgokat mondtak mindig. Mint ahogy Izajás könyve eleve már megemlítette, hogy ez a szentség, amivel az Isten rendelkezik, az háromszor recitálható, mondható. Szent, szent, szent. Mint ahogy az angyal igen mondta ota a szentélyében, Izajásnak a könyve szerint. Hogy ez az Isten, azaz háromszor is megjelenik, vagyis ténykedik, vagyis foglal helyet, és úgymond birtokolja az istenségét. Az első keresztények küzdködtek ezen fogalmak felfogásával, nem sikerült. Ezért hobinitáris, vagyis a kettő formulát használtak, az atyáét, már mivel találkoztak Jézussal, akkor a Jézust is felfogták, mint Istent, de a Szentlélekkel mi legyen, azt nem tudták. Akkor utána, de azért mégis megvoltak nekik ilyen formulák, amelyekben a háromságos egy Istent valahogy tudták kimondani. Legfőképpen ezen Máté evangéliumának a 28. fejezete, amelyben Jézus Krisztus szépen mondja nekik, hogy megszemélyésítve magát a három személyét, az ő nevükben kereszteljék meg az embereket. Az atyának a nevében, fiúnak a nevében, Szentléleknek a nevében. De megmutatta nekik is, megtanította őket arra, hogy ezeket, ez az személyeket nem lehet elszeperálni egymástól. Emlékszünk, amikor a Fülöp kérte tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég lesz nekünk. Akkor ő mondta neki, hogy, de hogyan mondhatod, hát, hogy én mutassam meg neked az atyát? Nem hiszel, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem, és egy vagyunk. De János evangéliuma tele van olyan imákkal, hogy Jézus Krisztusnak a főpap imája, hogy a világ elismerje, hogy te küldtél engem. Azért legyen az, hogy én benned vagyok, te én bennem. Ők is úgy legyenek mi bennünk. Vagyis ezen, hogy bár személyek vannak, három személyű, de természetük egy. Isteni természet. Lényegük egy. Isteni lényeg. De hogy proszoponjuk, mint ahogy görög szó mondja, megjelenési formájuk, mégiscsak fontos, hogy az atya teremtsen, a fiú váltson meg, a Szentlélek pedig szentelje meg,
Ezen munka beosztásban akkor részesüljenek, és úgy bontakoztassák ki belső életüket a világ számára, mégiscsak három személyben valható. Valamikor legyen időnk, hogy ezzel foglalkozzunk. Mi a részünk? Mi fontos számunkra ezen csodálatos ünnepen? Az, hogy ilyen hatalmas nagy örömben részesít bennünket az Isten, hála legyen az ő neve. Hála az Atya Istennek, aki a teremtményei közé sorolt az embert. Hála legyen neki, aki saját belső életét ennyire és így akarta bemutatni. Hála legyen neki, aki minden kényszer nélkül akarta felismertetni a saját belső életét a teremtményei számára. Hála legyen az ő nevének, Istennek, az Atyának, aki az ő dicsőségét, hatalmát, minden hatóságát a teremtményein tükrözteti, és így ismerteti a nemzetet, és illetve a teremtett ember számára. De hála legyen Jézus Krisztusnak, aki tudta, hogy az esendő ember mennyire téveget, mennyire ismeretlen az ő személye, az Istennek a belső élet, az esendő ember számára. Aki tudta, hogy ha nem jön ide, akkor messze marad az ember az Istentől. Aki eljött, hogy Istennek az életét megossza velünk. Aki eljött, hogy a mi természetünkben megszülessék, velünk tapasztaljon az esendő embernek élete nehézségeit, hála legyen neki. Aki nem vonakodott az emberi természet felvonásától, vagyis a felvevésétől, de inkább magára öltötte. És míg az esendő emberre vonatkozó is, az esendő embernek fenntartott halált is felvette magára. Hála legyen neki, aki a kereszten való felfeszítésében megváltotta az emberiséget. Hála legyen Jézus Krisztusnak, aki fontosnak tartotta az emberi nem megváltását, az emberi nem üdvösségét. De hála legyen a Szentléleknek, a megszentelő, az alkotó, a vigasztaló, a vezető, a megszentelő. Hála legyen neki, aki mindvégig velünk marad. Hála legyen Szentléleknek, aki a mi életünket, bár gyarlóságaink megvannak, megszenteli napról napra. Hála legyen Szentléleknek, aki vezeti az egyházat. Hála legyen neki, aki belőlünk kihozza az ő karizmáit, és úgy képesek vagyunk az isteni életet élni. Hála legyen Szentléleknek, aki Istennek az áldását közvetíti számunkra. Hála legyen a Szent Háromság egy Istennek, a teremtésben, a megváltásban és a megszentelésben hatalmát, minden hatóságát és belső életét. Hála legyen az Atya Istennek, hála legyen a Fi Istennek, hála legyen a Szentlélek Istennek. És így mai napon az egyházunk, vagyis egyházközségünknek a legnagyobb ünnepén, Szent Háromság vasárnapján úgy köszöntjük a híveknek, mint ahogy Szent Pál, igen, a közösségeknek köszöntött. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Amen. Álljunk fel és valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön erre ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát, a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság egyisten dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. Kérünk végezzük, hallgass meg minket. A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk végezzük, hallgass meg minket. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. Kérünk végezzük, hallgass meg minket. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Kérünk végezzük, hallgass meg minket. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Mindenható örök Isten, engedőd, akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívás által szentel meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Gazdó legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te egyszülött fiaddal és a Szentlélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben,
hanem három személyben, és mégis egyetlen lényegben. Így amit isteni szabadra, dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjunk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző szemét imádunk benne, egyetlen lényegben és egyetlen fennségben. Ezt dicsőíti az angyalok és főangyalok, a kerüb és szeráf kórusok, akik örökké éneklik és együtt zengik. Mindenség, Ura Istenem, hívj a mennyed és a földet, hozsanna a magasságban, ő áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtölte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szól. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér éretetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Úrunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösségi kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhűlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérj mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Álljunk fel valamennyien. Imádjuk az Atyát, ahogy a Fiú tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
de szabad. Szabadítsd meg, kérünk, Úrunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjaimban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Úrunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindenekken örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a békejelével, legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem, Krisztus teste. Krisztus nekem megszülök életre. Amen. Krisztus vére, Krisztus nekem megszülök életre. Amen. Eszentségvétele és az örökké való egy.
és oszthatatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Kedvetesek, a búcsunk napján, vasárnapon, Szent Háromság vasárnapján kívánjuk mindenkinek Jézus Krisztusnak a kegyelmét, az Atya Istennek a szeretetét, és a Szent Léleknek az egyesítő erejét. Így, hogy kifelé egy Isten van, vagyis három személy, egyetlen egyik Istenként mutatkozik meg, befelé pedig mind a három saját személyét birtokolja, ugyanígy. A világunk, az életünk, az ország, az egész világ, Európa, már különböző nyelvű, kultúrájú, hagyományú, mégis egységben éljen, mutatkozzon meg, és egységben fejtje ki az Istennek a szeretetét. Így kívánjuk mindenkinek ennek a templomnak a búcsúját, nyelvük, bűneink, hátralévő büntetésének az elengedését. Ezt közvetítsük mindenkinek mai napon, azoknak is, akiknek nem tudnak eljönni, az otthonokban élőknek is, a felnőtteknek, a betegeknek, az időseknek is, de különböző településeinknek is, akik nem tudtak eljönni a búcsunk ünneplésére. Mindenki nyerjen ennek a templomnak a búcsúját, ahogyan mi ünnepeljük. Álljunk fel az áldásra. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek.